központi elemet a művészetemnek, hogy menni vagy maradni. És ez egy ilyen örök dilemma, hogy ahol vagy, ott kell lenned, és itt van-e a helyed, de hogy tényleg azt érdemled, amit kapsz, és azért dolgoztál-e meg, amit kaptál, és hogy abban vagy-e, amiben lenned kell. Ez a kiállítás nem ad konkrét választ erre, hogy jó-e, ezt mindenkinek magának kell megtalálnia. Inkább föladok olyan labdákat, amiket én magamnak is feldobok, és aztán én is se tudom feltétlenül, amikor leesik a labda, hogy ez most hogy az én ölembe pottyene vagy mellém, és azt se tudom igazán, hogy ezek a válaszok micsodák, csak nagyon jó volt így ezt az utat keresni. Éltem sokat külföldön, tehát azt is össze tudom jól hasonlítani, hogy mik a nehézségek ott, és igazán mindig oda lyukadunk vissza, hogy a nehézség az mindig én magam vagyok, tehát hogy mindig a saját magam legyőzése, és a saját magam problémáinak a megoldása, hogy az hol könnyebb és hol nehezebb, ez tényleg pillanatnyilag változhat. Talán értékesebbnek találom minden percét az itthon eltöltött időmnek is, mert hogy így azt gondolom, hogy most egy olyan helyen vagyunk például, ami szerintem a világon sehol nem adatott volna meg nekem, hogy ebben a székben üljek, és hogy egy csak kincsen palotában ilyen millióban beszélgessünk egy olyan kiállításról, ami most fog megnyílni. Szeretem kimozdítani a képeimet a szokásos ilyen wide cube-os galéria világból. Egyszerűen nekem is egy nagyobb élmény egy olyan térben vendégül látni a kiállítás látogatóit, ami nekik is különleges és nekem is különleges. Egy amerikai mesterképzésen vagyok túl, amit most csináltam meg, és most kaptam meg a diplomámat New Yorkban. Ez a képzés arról szólt, hogy mindent, amit eddig csináltam, az gyakorlatilag szét kellett szedni apró kis kockákra, és aztán ha akarom, akkor ugyanúgy összerakom, ha akarom, akkor másként. És ebben a 3 éves folyamatban, ami velem történt, így nagyon sok mindent átértékeltem, amit én is csináltam, és tudatosan elkezdtem ilyen utakat kiépíteni abból a kis térből, ahol eddig voltam. Mellettem lógnak a legújabb képeim, ezek festett képek, ami nekem nem újdonság, mert régen festészetből indultam, és aztán kötöttem ki a számítógépnél. Most is egyébként használtam a számítógépet, mert először megtervezni a gépen terveztem meg az alapokat, és aztán rábíztam a véletlenre, hogy mi lesz akkor, hogyha elkezdem locsolni rá a festéket. A digitális képeknek nagyon fontos a jelentés, nagyon fontosak a színek, nagyon fontosak a formák, és általában hamar az ember leképezés. Igazán a struktúrában nincs mit nézni, mert ott a struktúra az homogén és lapos. Itt viszont pont azzal próbáltam játszani, hogy mi van, hogyha a struktúrában el lehet mélyedni, és csak egy kis folttal is el lehet tölteni perceket, hogy nézzem, hogy hogyan folyt egymásba a festék. A munkámban is ilyen most, hogy nagyon sok irányt vettem, és remélem összeáll az egész így egy nagy képé, de mégis ez a bolyongás, hogy egyik technikából megyek át a másikba. Ez a fájdalmas nosztalgia, és a nosztalgia nem biztos, hogy a legjobb szó, de ez a fájdalmas múltba tekintés kicsit vegyül itt egyébként azzal, hogy viszont a kor változik, és hogy a technológia az megad egy csomó olyan új lehetőséget, amivel jó élni, és hogy jó megénekelni a múltat teljesen új technológiával, aztán jó megénekelni akár a jövőt, egy hagyományos technológiával. Ez a kiállítás az arról szól, ez itt is az a címe, hogy kár lett volna diszidálni, mert nem tudom a választ, hogy kár lett volna diszidálni, de hogyha azt gondoljuk, hogy kár lett volna diszidálni, abban az is benne van, hogy most ebben a pillanatban itt kell lennünk, ahol vagyunk, és kicsit meg tudunk nyugodni, és meg tudunk elégedni azzal, amit kaptunk az élettől. Hát igazán minden kiállításon a néző adja hozzá a legfontosabbat. Tehát én hiszek abban, hogy amikor bejönnek a látogatók, akkor történik meg a csoda, és akkor lesz a kép igazán élő. Tehát eddig olyan, mint egy monológ, amit mondanak a falon levő képek, de ha nem hallgatja meg senki, akkor nincs interakció, és nem történik meg maga a csoda.